A műsor helyszínét a Fészek Művész Klub biztosította. Jó estét kívánok, Szinetár Dóra és Makranci Zalán, a Bóta Café vendége. Mindannyian tudják, hogy színészek, azt is, hogy házas pár, és azt is, hogy egyikük ugye hosszú ideig az Operettszínházban játszott, Dóra, Zalán jó ideig volt Kecskeméten, aztán Nemzeti, aztán Székesfehérvár, most szabadúszik, mert hogy azt nyilatkozta, hogy ő kísérletezni szeret szabadúszóként, majd meglátjuk, hogy ez hogy megy. Hogy ismertétek meg egymást? Nehezen. Na, kérette magát Dóra netán? Nem. Ezt így ebben a formában nem mondanám. De? Hát tulajdonképpen ez egy ilyen többkörös ismerettség volt. Először úgy találkoztunk, hogy én egy darabnak voltam, segítettem benne mindegy, a második szereposztásba beállni valakiknek, és akkor ott... De ez mi volt? Ez a Városmajorban játszották, a Valahol Európában. Somogyi Szilárd rendezte, én meg vele nagyon jó barátságban voltam gyerekkoromtól fogva, és akkor megkért, hogy ugyan segítsek már neki, mert két szereposztás van, és ő volt az A szereposztás, és volt egy B szereposztás, és hogy kicsit kéne velük dolgozni, és akkor segítettem. És ott találkoztunk először. És akkor kicsit dolgoztál Dórával? Nem, ott még nem hagytam benne maradandó nyomot. Egyáltalán nem emlékeztem. Illetve maradt bennem egy kép, hogy ő ott volt, de igazából... De azt se tudtad, hogy ki ő egyébként? Netán? Hát annyit tudtam róla, hogy a Szilárd mellett ott volt egy szóval ember. Szóval nem tudta. Nem, de akkor még Kecskeméten voltam, és viszonylag kisimult is voltam, mert akkor jöttem haza az El Caminóról. Úgyhogy nyugodt voltam, és zengett bennem a zen. Igen, bennem viszont kevésbé, így indult a mi ismerettségünk. Igen. Ez mit jelent, hogy benned kevésbé, hát, hogy éppen exaltált időszakodat élted? Finoman fogalmazva, igen, és ez abban csak... Ez a finoman fogalmazva? Igen. Mert igen. Hogy? Hát az életem éppen egy ilyen kisebb gödörben ült, éppen akkor is külön laktam, az akkor még nem is előző férjemtől, még a férjem se volt, de... Elvileg már együtt éltünk, de éppen nem éltünk együtt, és akkor ilyen nagyon zaklatott voltam, és az csak azért érdekes, mert hogy ott a később, amikor aztán valóban találkoztunk, akkor az Alán súlyosan a szememre vetett ott egy történetet, ami kicsit kerékkötője volt annak, hogy aztán később mi azonnal egymásra találhassunk, mert ő nagyon haragudott rám. Ez olyan vicces, sosem meséltük el senki. De most... A következő történt, valahol Európában, ugye több olyan jelenet van, ahol nagyon sok gyerekszereplő van a színpadon, én az Évát, alias Suhancot. Majdnem az összes jelenet. Igen, én az Évát, vagyis a Suhancot játszottam, és volt egy jelenet, én már nem tudom melyik, ahol az szerette volna a Szilárd, aki rendezte ezt az előadást, hogy én zaklatottan reagáljak ott az egyik gyerek közeledésére, vagy talán nem is magára a gyerek közeledésére, hanem úgy egyáltalán legyek én ilyen nagyon zaklatott, és valamiért úgy gondolta, hogy nem adott nekem egy ilyen felnőtt színészi instrukciót, hogy légy szíves, legyél zaklatott, hanem szerette volna belőlem ezt ilyen állapotból kihozni, és ezt úgy oldotta meg, hogy megkérte az egyik gyerekszereplő, én úgy emlékszem kislányt, aki ilyen 8-10 év körüli volt, inkább már 10, hogy bögdössön engem folyamatosan, ez egy próba volt. És hát azért azt kell tudni, hogy én 10 éves korom óta játszom színházban, és nagyon sok olyan előadásban játszottam, ahol először velem egykorú, aztán nálam mindig egyre kisebb gyerekek is voltak a színpadon. A színházi gyerek szereplő az egy külön kategória, és azért van köztük, találkoztam nem egy olyannal, aki egyszerűen azt a számomra már elviselhetetlen extravertáltságát próbálta meg a színházban kiélni, amit van, aki tehetségnek hív, én megőrülök tőle. Na és én azt gondoltam, hogy ez a kislány is egyszerűen csak éppen szerepelni szeretne, és bögdösött engem már hosszú percek óta, és először szóltam neki finoman, hogy ugyan hagyja már abba, mert semmi értelme nem volt egyébként. De az szerencsétlen ugye meg az instrukciót teljesítette.
És szóltam neki egyszer, kétszer, ötször, és amikor hatodszorra se hagyta abba, akkor én úgy emlékszem, egyébként ő elevenítette fel bennem ezt az emléket, hogy megfogtam ezt a 8-10 éves gyereket, és egy kicsit így arrébb rámoltam a színpadon. Aki aztán ezen összeomlott, hogy én őt miért rámoltam arrébb, de még mindig nem mondta azt, ami egyébként szeretett derékrendezőnk, hogy bocs, én kértem, illetve aztán ez valahogy utólag kiderült. Mindegy, én ezt az egészet felejtettem, annyi ilyen történt. Már nem az, hogy én gyerekeket raktam arrébb, hanem hogy ilyen... Tehát nehéz gyerekekkel dolgozni, nagyon nehéz színházban. És aztán ehhez képest jó sok év múlva találkoztunk először, amikor én megint csak külön éltem egyedül. És azt hittem, hogy azt mondod, hogy megint gyerekeket pakoltam. Nem, akkor nem pakoltam gyerekeket. Nem, hanem megint csak én körülbelül a következő ilyen mélypontomat éltem az életemben, mert azért közben voltak nyilván tök jó dolgok, de akkor éppen megint így nagyon lent voltam, és ő is a saját életében, és akkor Bori Tamás barátunk rendezett egy mizantróp előadást, hát eredetileg a Millenárison mutattuk be, és igen. Aztán játszottuk Szentendrén, meg vidéki városokban, és eredetileg Bánfalvi Eszter lett volna a Szelimen, akit én játszottam, de ő nem tudta végül vállalni ezt az előadást, és akkor a Tomka kitalálta, hogy legyek én a Szelimen, és ő volt Alces. És ott elkezdtünk próbálni, és igazából ott a munka alatt, hogy szokták ezt mondani, vettük észre egymást, vettem én őt észre ilyen szempontból, nem is ott egyébként, hanem egész pontosan elmentem megnézni a Hamletet a Nemzeti Színházban is. Nekem nagyon azért érdekes ez is, hogy az ember hogy szeret bele egy színészbe. A próbák alatt én találkoztam egy nagyon tehetséges, baromi jó kollégával, akivel tök jó volt próbálni, de nekem, mint férfi, nem, ott így nem jött szembe. És na pedig elég markáns. Igen, de valahogy ott az másról szól, az munka volt. Aha. Tehát ott ő egy partner volt, egy játszótárs, egy kolléga, az nem, ott az ember nem férfinő kontextusban létezik normális ezt esetben. Ezt mindig ki tudod kapcsolni? Szerintem ez így normális. Nem kikapcsolni normális esetben, ez nem kapcsol fel. De. Az esetek többségében azért. Tehát ez tök más, ahogy azt úgy Móriczka elképzeli, az a Romeo mindig beleszeret Júliába, az azért szeret bele, mert a Shakespeare megírta, nem azért, mert a színész beleszeret a színésznőbe. Na és volt azért olyan, mindig megtörténik. Kállai Ferenc fényes a nagyon Lizba. Sok ilyen van. Rájuk kellett szólni ott a izénél, annyit csokoloztak, hogy a pacsirta bereked rájuk szólt a főrendezővel. De az a darab miatt van, nem az ember miatt. Aha. Tehát, hogy az megint más. Na és elmentem megnézni a Nemzetibe, az Alföldi Robi Hamletjében játszott, és ott egyszer csak úgy emlékszem arra a pillanatra, ültem a nézőtéren, és ott így bejött a színpadra, és ott is egy nagyon jó színészt láttam, de egyszer csak megláttam, hogy úristen, ez milyen jó pasi. És olyan érdekes élmény volt, mert akkor már hetek óta próbáltunk, és valahogy ott ugye egyszer csak... De miatta mentél el megnézni egyébként? Hát miatta is, mert hogy ide dolgoztunk na, együtt, ugye, hetek óta. Nem, hát én alapjában véve nagyon szeretem a Robit nagyon régóta, és... Volt abban az előadásban csomó olyan ember, akire amúgy is kíváncsi voltam. És ezt meg tudod mondani, hogy mi tetszett meg neked benne akkor? Azt hiszem, aztán majd ő is beszél, remélem, legalábbis. Valami olyasmi, ami nem fogalmazódott meg bennem akkor, csak utólag értettem meg, hogy mi az, amit én megláttam benne, hogy a Zalán azon kevés emberek közé tartozik, akinek végtelen egyenes a gerince, és végtelen tisztaság van benne, a szónak a legnemesebb és legősibb értelmében. És ez... Na de ezt ott akkor, amikor játszott, akkor láttad nem, meg. Hanem ezt nyilván az ember látja, ahogy dolgozik a másikkal, ahogy létezik vele. És ott ehhez hozzájött egy olyan fajta... hogy mondjam, én mindig olyan végtelen biztonságban érzem magam mellette, és ez nem csak amiatt van, hogy ő milyen ember, hanem hogy ő nekem a nagybetűs férfi. De ezt valamitől ott láttam meg, nem tudom megmagyarázni, hogy mitől. Ott egyszer csak lehet, hogy kijebb kerültem kicsit,
túl közel volt addig, és ott úgy rázom volt. És Zalán, te a nagybetűs nőt mikor láttad meg benne? Sose. Nem is sokkal szebben tud ezekről beszélni, mint én. Nálam ez ilyen egyik pillanatról a másikra történt. Tehát, hogy tulajdonképpen nem is fogalmaztam így, mert én nagyon sokáig ellenálltam a gyerekdobáló nőnek. Az mit jelent? Az vagyok én. Az, hogy én arrébb raktam ezt a kis benne úgy maradt meg, hogy én dobálom a gyerekeket. Igen, és hogy... Mert akkor kimondottan ellenszenves volt neked? Persze. Hogy na ezt nem, ezt tutira. Igen. És aztán ez egyik pillanatra a másikra egy mosogató mellett megfordult. Mi? Bonyolult az élet. Igen. Hogy kerültetek közös mosogatóhoz? Aztán te abba agyamás csak. A Mizantrópnak volt egy ilyen premier előtti kicsit a társaság az úgy eleresztette magát, és akkor mondtuk, tehát talán már volt belőle valami nyilvános főpróba, és akkor az volt, hogy tudtuk, hogy nem lesz a bemutató után itt semmi, és akkor összejöttünk, főztünk virslit, szétfőztük a virslit, és aztán így, nem tudom, alakult az este, és hát ez történt. Na most, tudom, finoman fogalmaztam teljesen. Ezt én azért merem nyilvánosság előtt, mert nektek is elmondtam, amikor először így együtt találkoztunk az Operett Színház premierje után, hogy az ember, ha azt gondolná, hogy tűz és víz, akkor az ti. Tehát, hogy az ember először azt gondolná, hogy hát ha valami nem passzol össze, akkor ti így ketten. Szóval erről mit... Nem, szerintem a lényegünk az ugyanaz. És Tehát, hogy az egyenes gerinc, akkor az, hogy a végtelen igazságérzetünk, az mind a kettőnknek megvan, és ebben abszolút közös fronton helyezkedünk el. Nagyjából ugyanazt gondoljuk a világról és a világnak az alakulásáról, ami szintén egy fontos dolog. Az, hogy különböző szakmánk van, az egy másik dolog. Hányszor jártál te előtte az Operett Színházban, mondjuk, mielőtt a Dórát? Én abszolút, tényleg? Sőt, én nem tudtam elképzelni. Én ott dolgoztam, és a kaukázusi krétakört, amikor csináltuk, én voltam Szimon Csacsava. Igen, de az egy nagyon rossz előadás volt. Nem volt jó. De attól még én voltam. Nem, minden nem sikerülhet. Tehát van ilyen. De én előtte is jártam bent az Operett Színházban, mert mondom, én Szilárddal nagyon jó barátságban voltam, és aztán kicsit elmentünk egymás mellett, de hogy én jártam és néztem előadásokat, én láttam a Mozartot például, megnéztem, láttam az Elizabethet, azt is megnéztem, most hiába nézek rád, mert csak a Mozartban voltál, ott abban láttam, az Elizabethben nem voltál. Tehát, hogy én így abszolút láttam előadásokat. Operettet kevesebbet láttam, mint musicalt. Sőt, operettet talán nem is láttam az Operett Színházban. Na hát. Bezegé. Én imádom. Sajnálom. Most már én is szeretem az operettet. Az emberben van valahogy a pályája elején egyfajta ilyen intellektuális tiltakozás az operett ellen, és aztán utána egy időben be kell, hogy lássa, hogy vannak azok a klasszikus nagy operettek, amik mértani pontossággal vannak megírva, tökéletes zenével, elképesztő figurákkal, és tehát előbb mondjuk a Csárdás kérdés, hogy megnézi az ember. Hát ez egy remek mű, nincs mese, ez a maga nemében abszolút egy remek. Ez annyi, csak hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez meg kell érni, vagy legalábbis úgy kell tudni értékelni ezt a fajta dolgot. Én Kecskeméten játszottam csomó operetben, én például a ritmus érzéket, az biztos, hogy azon csiszoltam ki a ma is használt, színpadon használt ritmus érzékemet. Játszott Bob Herceget, ő volt maga Bob Herceg. Fú. Erre mondta Ács tanár úr, ő rendezte, igen, azt a hallhatatlan mondatot, hogy mondta, hogy... Mert úgy volt, hogy mennek vendégszerepelni. Igen, és akkor felhívott az Ács, és mondta, hogy Hercegem, megyünk vendégszerepelni a Bob Herceggel Szentendrére, maga beteg lesz. Mondta, hogy okay, rendben, beteg leszek. Csak úgy mondjuk ki, hogy miért. Mert maga a Kecskeméten lehet, hogy Bob Herceg Szentendrén nem az. Csodálatos mondat. Mert mit nem tudtál benne? Semmit. Az van, hogy te nem tudsz énekelni, nem tudsz táncolni? Hogyha rá vagyok kényszerítve, akkor de, nem is arról van szó, tehát, hogy
Nagyon olyan szép hangja van, utál énekelni. Nem utálok énekelni, félek az énekléstől. Igen, de nagyon azért, szép hangja van. Azért nézek fel mindenkire, aki tud énekelni, és szeret is énekelni. És tulajdonképpen, hogy én nagyon szeretek táncolni is. Tehát, hogy azzal a részével sincs bajom. A Bob Herceggel a fő problémám az, hogy az nem jó az a mű. És semmiről nem szól. Na, ami miatt az ember azt is gondolhatja tényleg, hogy nem illettek össze, hogy más az ízlésetek, miközben én pontosan tudom, hogy hajszára ugyanaz. Nem? Nem, abszolút. Mert hogy te meg, Dóra, mondod, hogy azok a színházak, amikkel viszont a te ízlésed igazán egyezik, azok meg nem fogadnak be. Vagy netán nem is tartanak jó színésznőnek, vagy nem tudom. Azt nem tudhatom, mert eleve csak visszaidézlek, hogy ugye már én is így fogalmazok, hogy a színházak gondolnak valamit, igazából ugye ki tudja, hogy kiről beszélünk. Meg hát ha nem fogadnak be is erős, mert sosem próbálkoztam, tehát nem jelentkeztem én se az Örvénybe, se a Radnótiba, se a Katonába. Micsoda? Hívni is lehet valakit. Ja, hát lehet. Na látod, hát... kimondtad a színházakat, amikről azt mondtad, hogy persze. Nem biztos, hogy tudjuk, hogy miről. Igen. Hát, de hogy nem. Na, ezt mond a vélét. Hát ez egy furcsa dolog, tehát hogy ez egy hosszú-hosszú téma, egy hosszan vesészhető téma, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben a zenés színház az miért és hogyan esik olyan megítélés alá, ahová esik, és hogy zenés színházban színésznek lenni, az miféle megítéléssel jár. Szerintem kicsit javul a helyzet egyébként, de régebben ez tényleg nagy bélyeg volt, azt gondolom. Tehát se filmezni nem nagyon hívták. Most se sokkal jobb azért. Az az igazság, hogy szerintem erről már egyszer beszélgettünk, én nekem mindig is szerencsém volt, mert amiatt, hogy én tudtam énekelni, de valami miatt egyébként megcáfolnám magamat, engem használható színésznek tartottak mindig is, mert elhívtak egyébként csomó helyre. Oké, nem a Katonába. De a Nemzetiben voltál. De hát játszottam a Nemzetiben, a Víg Színházban, a Kamara Színházban. Tehát, hogy azért én játszottam nagyon sok olyan helyen, ahova mondjuk a Kamarába pont nem is kellett énekelni, de a Víg Színházban meg a Nemzetiben pont azért hívtak, mert hogy olyan színésznőt kerestek, aki tud énekelni, de nem énekesnőt, tehát nem zenés színésznőt kerestek, hanem színésznőt, aki tud énekelni. És ezeken a helyeken azért nyilván nagyon sokat beszélgettem kollégákkal arról, hogy mi történik ott, hogy mi történik az operetben adott esetben. Én a kollégák részéről, a színészek részéről soha nem éreztem azt, hogy ők lejjebb valónak vagy értéktelenebbnek tartanák a zenés műfajt. Sőt, tehát hogy ott mindig olyan szinten felnéztek arra, amit mi csinálunk, és mindegyik mindig elmondta, hogy hát mert az ott micsoda meló, mert már próbálták. Tehát én az úgynevezett színház csinálók, és már bocsánat, de a színházat értékelők részéről éreztem mindig is egyfajta, mondjuk nyilván nem pont a te részedről, egyfajta olyan besorolást, hogy hát azért a zenés műfaj az olyan, amilyen, és akkor utána fölötte van az, hogy színház. Tehát, hogy maguk, akik csinálták, azok soha nem éreztették mondjuk velem, vagy bármelyik zenés színházi kollégámmal, hogy kevesebb lenne, amit mi tudunk. Egymást hogy nézitek? Elfogadással. Tehát az alap, hogy bevegyünk, és én azért megyek, amikor őt megnézem, hogy én azt lássam, hogy ő jó. Akármilyen? Tehát ha netán rossz, azt nem látom? Nem szokott rossz lenni. Na jó, hát... Vagy eddig még a 10 évad nem fordult elő, hogy ne tetszett volna, amit látok. Tényleg. Te nem érezted magad soha rossznak? Dehogy nem, de mondjuk az elmúlt 10 év alatt, amióta mi együtt élünk, szerencsére nem nagyon volt. Tehát, hogy azóta jó dolgok találtak most, nem, meg. Most, hogy jobban belegondolok, a Dunakanyarban vagyunk. Amit ketten játszatok véletlenül. Igen. Hogy az úgy, abban nem Azt hiszem, most megmondhatom. Nem, szóval, hogy tényleg egyébként, hát biztos ez sem véletlen, hogy ez a hülyén hangzik az ember szájából, amikor saját magát nem tudom, hova értékeli, de én nagyon szeretem azt az Alán szűrőjében, mert mindenkinek megvan a maga szűrője, ahogy a másikat nézi, hogy ő például abszolút el tud vonatkoztatni a körülményektől, és ő tudja azt nézni, amit én hozzáteszek valamihez. Tehát volt olyan előadás, és nem fogjuk megmondani, hogy mi volt a címe, ahol maga az előadás, hát hagyjuk inkább, de ő tökéletesen értékelte azt, hogy én a magam lehetőségeim belül, amit tudtam, megtettem, azt, hogy most ez az egész, ez mit adott hozzá, vagy mit csinált vele, az egy másik kérdés,
De hogy az tök fontos, hogy hát ki az, aki az embernek mondja azt, hogy figyelj, ennél többet nem tudsz tenni, tök rendben volt. És nekem már az is nagyon sokat számít. Ennyit mond, vagy dumáltok róla hosszan? Nem, szoktunk dumálni, hát mi szakmázunk sokat. Igen? Volt egy időszak, hogy meg volt mondva, hogy este 10 után bizonyos emberek nevét nem lehet kimondani, mert akkor ott vita indul. És azok is színházcsinálók és kritikusok voltak, akikről megbeszéltük, hogy nem beszélünk este 10 után. Na, egy színházcsináló és egy kritikus nevet kér, nem? Nem. 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 Nem? Most sem, nincs meg este 10. Ez igaz, ez igaz. De nem, aztán talán elmúlt ez a tilalom, mert aztán így jobban megismertük egymást, és már tudjuk, hogy mi az, amit nem húzzuk fel magunkat, mi az, amit nem úgy ért a másik. Ráadásul a vasárnapi ebédlőasztalnál is mi más lenne a téma, amikor mindannyian összeülünk a teljes család, az én mint szüleim. A színház, sokszor. Igen, úgyhogy rendszeresen beszélünk róla, igen. Tehát nálunk a színház az a mindennapok része. Rendszeresen beszéltek egyébként társadalmi kérdésekről is. A Dóra talán többet. Nálad olvastam egy interjúban, hogy te szeretnél szélsőségesebben fogalmazni, de hogy elgyávulsz időnként, meg nem vagy hozzá elég bátor. Ez tulajdonképpen onnantól kezdve elmúlt, hogy a Facebook nevű alkalmazást letöröltem a telefonomról. Tehát nem vagy fönn? Nem. Már miért? Mert meguntam a képmutatást, meguntam azt, hogy senki nem azt kommunikálja, amit mindenképpen szeretne, meguntam azt, hogy mindenki hergelve van mindenbe, és mindenki habzószájjal mond véleményt bármiről, tehát hogy nem, a higgadtságnak a legkisebb jelét nem látom, tisztelve a kivételnek, de azokért meg nem érdemes fönt lenni a Facebookon, azokkal az emberekkel inkább találkozom. És hogy egy ilyen nagy néphergelő aranykalitka a Facebook, amire az emberek bemennek, és boldogan magukra zárják a kalitkának az ajtaját. Ezt érzem. Aha. És hogy ebből elegem lett. És azt találkoztam pont a papikának, már Dóri apukájának a 90. születésnapját ünnepeltük az Óbudai Társaskörben, és jött velem szembe Szabó Máté. Jóban vagyunk. Igen. És nagyon jó, hogy megölelgettük egymást, és mondta, kérdezte, mi újság, és mondta, hogy képzeld, letöröltem a Facebook alkalmazást. És akkor egyszer csak megvilágosodtam, hogy de hát én is ezt akarom. Hát már mióta, tehát tulajdonképpen ezt kéne csinálnom. És azóta mindenféle szorongás eltűnt belőlem. Úgyhogy azóta már merek szélsőségesebben fogalmazni. De hol? Bárhol, de most is merek szélsőségesebben fogalmazni. Na. Egyet kérek szépen. Bármiről. Amiről akarsz, tessék, kérek egy szélsőséges. Azt gondolom, hogy a szakmánk egy tökéletes zsákutcában van. Mert? Mert emberek leromboltak mindent, és nem építettek fel helyette semmit, és nem történik semmi, elmentünk a falig, és mindenki joviálisan bólogat mindenhez. És így azt várjuk, hogy ami így van körülöttünk, az elmúljon. És így erre várunk, ahelyett, hogy csinálnánk valamit. De hát mit várunk el egyébként mit a színészektől? Mit kéne csinálni egyébként? Hogy majd, tehát pont ez a mai beszélgetésünk volt, hogy annyira furcsa, hogy itt van egy, nem tudom, 15 ezer ember az országban, akik itt színházzal foglalkoznak, és egészen elképesztő, hogy elvárjuk a nézőktől azt, hogyha mi adjuk a büdös nagy mély művészetünket, akkor a nézők magukba forduljanak, és értelmezzék a világot a darabokon keresztül, amiket játszunk, de közben ezt mi magunk nem csináljuk meg. Tehát, hogy emberek nem jönnek rá arra, hogy ha elhangzik az a mondat színházban, hogy úgy döntöttem, gazember leszek, hogy annak nincs jó vége. Tehát, hogy így ismerjük a művet. Tehát, hogy innentől kezdve akkor miről beszélünk, ha ezt mi magunk nem tudjuk megcsinálni, akkor mit várunk el a nézőktől? Tehát mi, akik folyamatosan mindenféle morális és etikai kérdéseket feszegetünk, és azt boncolgatjuk, hogy na ennek vajon igaza van-e, annak miért nincs igaza, ez jó-e, az rossz-e, ilyen kérdésekkel foglalkozunk. De mit kéne csinálni? Tehát mondjuk tudjuk azt, hogy a harmadik Richard bejelenti ezt a mondatot, mit kéne csinálni? Hogy ne tehesse meg mindazt, amit a végén, a nem darab erre végén... Nem erre gondolok. Nem, hanem, hogyha az ember... Bocsánat, nem mondd el, te mire gondolsz. Nyugodtan fejezd be a gondolatomat. Végtérés a feleségem vagy, jóban és rosszban is együtt vagyunk. Mennyire tudjátok, hogy a másik mit gondol egyébként? Nem tudjuk.
Kivéve, amikor nem. Amikor kamélonozunk, akkor nem tudod. Fú, az mi? Társas játék, nagyon utálom játszani, nagyon sokat szoktunk társasozni, és a kamélon az nagyon... Az mi? Hazudni kell. Nem mindenkinek. Aki a kaméleon, tehát aki kihúzza azt, hogy ő a kaméleon, annak hazudni kell. És amikor ő húzza, akkor az borzasztó. De ő amúgy is abban a játékban borzasztó, mert ő sosem szokott hazudni semmilyen szempontból. És én sem szoktam, de én ettől elkezdek feszengeni, ő meg elkezdi élvezni, hogy ott lehet. És ilyen, föl van tőle pörögve, és mondott, hogy csillog a szeme, és... Pökhendi lesz. Az, igen, pökhendi. Jó szó. De tényleg nem szoktál olyan sincs, hogy nem mondasz igazat? Hát nem, tehát, azt hívják hazugságnak. Nem, az nem egészen ugyanaz. Ja, hogy nem mondod el? Igen, igen. Vagy nem mondod ki? Nem jellemző. Abszolút nem jellemző. Nem mondom, hogy nem volt rá példa, de az inkább gyávaságból adódott, mint azért, mert rosszat akartam volna, vagy olyat csináltam, amit nem. Nagyon, nagyon szolidáris és nagyon toleráns az emberekkel, ezért én látom rajta, hogy időnként hallgat, és nagyon feltűnően nyeli azt, amit ki akar mondani. Na, elegált, akkor is a homlokára van írva, és általában rövid időn belül kitör. Tehát olyan nagyon ritkán van, hogy nyeli, és nem mondja. Ez hogy néz ki, amikor olyan szokott lenni, amikor kitör az egy másik dolog, de nem, olyan szokott lenni, hogy és akkor megfogalmazom, de akkor mondjuk finomítok a mondani valómon, vagy olyan szofisztikáltan próbálom a másik tudtára adni a véleményemet, nem pedig úgy, ahogy valóban gondolok. Tehát ilyet szoktam csinálni. Uh-huh. De nem a véleményemet el szoktam mondani. Nem akar bántani soha senkit például. És te, Dóra? Aki fönn vagy a Facebookon, és használod is. Igen, bár azt kell mondjam, hogy nekem annyival könnyebb, hogy addiktív személyiség vagyok én is viszonylag, de a Facebookkal valahogy meg tudom tenni, hogy például volt olyan, hogy hetekig egyáltalán nem, ott volt a telefonomon, de nem néztem rá. Én már jó ideje diagnosztizáltam magamon, hogy mennyire kártékony ez a fajta létezés. Annyi a különbség egyébként, azt mindig megállapítottuk a kettőnk Facebook falak között, mert hát ugye nem ugyanazt látjuk, hogy én szándékosan és időnként nagyon nehezen, de megtartottam egy csomó olyan embert, akivel bizonyos konkrét dolgokban baromira más gondolunk a világról, pont azért, hogy lássam, hogy mindig ott van az ellenkező oldal is, és hogy az mennyire szélsőségesen mást gondol, mint én és az én úgynevezett véleménybuborékom. Tehát, hogy nagyon nehéz azt is időnként szó nélkül tűrni, de mivel én mind a két szélét állandóan látom, ez egy kicsit úgy kiegyenlíti egymást, és én többször kerülök abba az állapotba, hogy így szórakozom rajtuk. Szoktam néha olyat csinálni, hogy az egyik szélsőséges véleményt vagy oda posztolom kommentbe, vagy átküldöm, hogy akkor nézegessék már egymást, mert tényleg az a legrémisztőbb az egészben, hogy az ismerőseim nagy része bezárkózik abba a vélemény buborékba, akik egyetértenek vele, és egymást hergelik a semmire. Tehát nem történik semmi. Itt jön mindig az apukai nagy kérdése, ami egy ilyen nagy családi szálló, igen, nálunk, hogy értem. Na és akkor most mi legyen? Tehát, hogy mindent értünk, csak hogy, tehát, hogy olyan jó lenne, hogyha valami konstruktív dologba tudnánk ezeket az energiákat beleölni. A másik meg, hogy bennem van egy ilyen még mindig oldhatatlan vágy, vagy egy ilyen naivitás, vagy nem tudom, hogy én időről időre így veszek egy levegőt, és akkor megpróbálom a világbékét megosztani a ismerőseimmel, vagy legalábbis megpróbálom valahogy felhívni rá a figyelmüket, hogy igen, egészen egyszerű dolgokra. Tehát, hogyha a Bibliát valaki, csak a képeset valaki egyszer végiglapozta, már abból is úgy viszonylag kiderül, hogy mik azok a normák, amik szerint, ha mindenki maga megpróbálna létezni, akkor mennyivel könnyebb lenne utána a többiekhez viszonyulni. És akkor azzal áltatom magam, hogy amikor ezt így két havonta egyszer úgy kiírom magamból, akkor most jól megmondtam. De nem történik ettől se semmi, de legalább jól esik. Mindenki szokta mondani, hogy olyan jó dolgokat szokták kiírni. Cirip. Na de hát közben az van, hogy ugye a Székely Csabának a 10 című darabja, ami a Radnotiban látható, arról szól, hogy a 10 parancsolatból egyet nem tartunk be. Hát egyébként, hát te is a Spinózában, ugye? A Mózes és Jézus, igen. Jól mondom, igen. Hát ott is felvetődnek ilyen kérdések, és ott se az a válasz, hogy mi aztán betartjuk, ami elvileg tulajdonképpen minden embernek, nem?
Én azt a rémisztő dolgot tudom mondani, amitől majd az én elfbarátaim így csinálnak, hogy amikor a Kásler Miklós azt mondta, hogy csak a 10 parancsolatot kéne betartani, és mindenki, nem lenne senkinek semmi baja, én értem, hogy mire gondolt. Nem, az nem így fogalmazott, úgy mondta vele, hogy a 10 parancsolat egy közel tökéletes népegészségügyi program. Egészen pontosan Igen. ezt mondta. Na most ez az van, hogy ez az én értelmezésemben az én is így gondolom. Ez és egy és nekem nagyon De szomorú, nem gondolod hogy... azt, hogy egy tömeg gyógyulsz, hogyha az van, hogy... beteg vagy igen. De legalábbis nem betegszik meg az ember. Azt gondolom, hogy ha az szerint tudna mindenki valóban létezni, hogy nem bántaná a másikat, ettől nem lenne bűntudata, nem okozna magának például egy állandó rossz érzés, stresszt. Ha nem, most nem mondjuk csak bántásnak egy nagy kupaszba beletéve a lop, csal, hazudik, elvesz, tönkretesz, stb. Ha csak önmagába véve ennyi történne, hogy tényleg senkinek nem lenne bűntudata különböző okok Aha. miatt, azt gondolom, hogy már sokkal egészségesebb lenne az emberek lelke, és én ezt vállalom hangosan, én biztos vagyok abban, hogy ha a lelke egészségesebb az embernek, akkor a teste is. Én azt gondolom, hogy ő erre gondolt, és én sajnos ezzel mélyen, vagy nem sajnos, ezzel mélyen egyetértek. Nekem az iszonyatosan fáj, hogy a sok diplomás egyébként baromi okos barátaim miért nem értik. Tehát miért van az, és politizáláson kívül, hogy felháborodva kiborulunk azon, hogy van egy kommunikációs narratíva, ugye, amivel gyűlöltetik az embereket évek óta, mindig meg van mondva, hogy kire kell éppen haragudni, és kit kell gyűlölni, és amikor ezt a rezsimet le akarják váltani, akkor mit csinálnak? Elkezdik ezt a rezsimet hangosan ugyanúgy gyűlölni. És csak olyan óriás plakátot látok, bármilyen oldalról is, hogy a másik miért hülye, hogy a másik lop, a másik alkalmatlan, a másik... Tehát, hogy ez mi? Ez hova vezet? Hogy miért nem értik az emberek, hogy a szavaknak van egy energetikája? Azzal nem lehet előre jutni, és azzal nem lehet egy élhetőbb világot létrehozni, hogy én azt mondom, hogy a szar. Ez nem vezet sehova, és én nem értem, hogy ez miért nem egyértelmű mindenkinek. Hát, azért már föl lett a gyűlölet, hogy mondjam, korbácsolva. Na de erre mondom, képes Biblia lesz, harmadik igen. oldal, Jézuska áll, és éppen egy kenyeret ad annak, aki szerette volna őt egy féltéglával fejbevágni. Ezt szerintem az óvodában értik. Hogyha bántanak, akkor nem az a megoldás, hogy akkor visszarugok, hanem az, hogy veszek egy nagy levegőt, és azt mondom, hogy értem, nyilván ez meg ez a te bajod, ez és ez a te problémád, bántott anyukád gyerekkorodban, bármi, de én felnőttebb vagyok nálad, értelmesebb vagyok nálad, jobb világot akarok, és azt mondom, hogy nem baj, nyugodjál meg, tessék, itt van kenyérke. Ez ilyen rohadt egyszerű lenne. Ti hívők vagytok? Amúgy, bocsánat. Én igen. Igen? Igen. Mennyire? Na, mit nevezünk hívő? Igen, az, hogy magában... Mondjátok el a tietek, hogy milyen. Például nekünk nagyon fontos volt, hogy templomban legyen az esküvünk. Uh-huh. És fent volt a sziklakápolnában az egyházi esküvünk. Mert hogy egyikünknek sem volt még esküvője, pláne nekem nem volt egyáltalán esküvőm, de egyházi esküvünk viszont egyikünknek sem volt, tehát neki sem. Igen. Pedig Dóra már harmadszorra, nem? Én anyakönyvvezetőnél mentem férjhez kétszer, ahol ugye az a mondás, hogy mindent meg fog az ember tenni azért, hogy ez minél több ideig tartson, és nekem tiszta a lelkiismeretem, mert én mindent megtettem, hogy minél tovább tartson. Eddig tartott mind a kettő. Mindannyian, akik ebben a történetben benne voltunk, szerintem tiszta lelkiismerettel léptünk tovább. Mindenki megtett mindent, de nem működött. Az más, mi megfogadtuk a Jóistennek egy közvetítőn keresztül, hogy amíg világ a világ, mi jóban és rosszban összetartunk. Nem azt fogadtuk meg, hogy megpróbálunk mindent megtenni, hogy amíg csak lehet, addig valahogy kibírjuk. És mi van, ha netán ez se kezd működni? Nem gondolom, hogy ilyen lesz, de igen, egyébként meg... Hát jó, ez nyilván ilyen fogadó. Igen. Én egy félig zsidó lány vagyok, már származásilag, sőt, kiderült, hogy több... kiderült, hogy több, mint félig. Igen. Mert, hogy... mert, hogy... Tudom, el lehet ilyet mondani? Hát elmondom, olyan mindegy, hogy anyukám hivatalosan
Sváb. Sváb és nagybányai, erdélyi keverék. Ámori Ildikó, és csináltattunk ilyen genetikai ízét, lehetett, van egy ilyen amerikai hely, ahova el lehet küldeni ilyen nyálmintát, és akkor visszaküldik az ember genetikáját. Ez volt egyszer a karácsonyi ajándék, mert ez olyan érdekes dolog. Hát nem szokványos ajándék, nem sapkasál, azt tudni. Nem, és akkor apukám is csináltatott ilyet, anyukám is, meg én is, hát apukám annyira nem lepődött meg, bár kicsit csalódott volt. Igen, de azt mondta, hogy valami izgalmasabbra számítottam. Nem tudjuk mire. De hogy anyukám viszont nagyon nagyot nézett, mert hogy 27% askenáz zsidó felmenőt mutatott ki a genetikája, amire elvileg a családi legendárium szerint nem nagyon van megmondható ember, vagy felmutatható ember, hogy ugyan mégis ki volt az. Illetve hát van egy ilyen ötlet, hogy ki lehetett. Na mindegy is. Szóval a lényeg az, hogy én nagyobb részben származásomat tekintve zsidó ember vagyok, de én nem ismerem a zsidó vallást, soha nem is gyakoroltam. Imádom a klezmer zenét. Játszottál is. Igen, a Budapest Klezmer Bandel szoktam énekelni, tehát az csodálatos. Velejéig hatóan fáj nekem minden, ami a holokauszttal kapcsolatos, tehát azt olyan nagyon a magaménak érzem, és azt gondolom, hogy az enyémet bántották. De én is úgy éreztem, hogy a Pálos templomban tulajdonképpen egy katolikus szertartás szerint szeretnék férjhez menni, és valahogy azon az úton keresztül találtam meg egy kapcsolódást, és az a kereszt, amire mi esküdtünk az esküvőnkön, az ott van az ágyunk fölött, úgy, mint a rendes vidéki katolikus házakban lehet látni a fotókon, tehát nekünk ott van a feszület az ágyunk fölött, és én ott tudtam meg, én nem tudtam, hogy ez azért van, tehát azért van az embereknek feszület az ágya fölött, mert hogy az a feszület, amire leteszi a házassági esküt. Tehát amikor éppen reggel arra ébredt, hogy hú, ez a Jóska, akkor oda fölnéz, és azt mondja, hogy jó, oké. Ez egy érdekes dolog. Még sosem hívtál Jóskának, nagyon és olyan már volt, hogy arra ébredtél, hogy fú, ez az alá. Nem, ez egy nagyon érdekes dolog. Vagy tehát számomra érdekes, és egyben csodálatos. És megmondom őszintén, hogy mivel hívő ember vagyok, ezért nem tudom, hogy mennyi része van ebbe annak, hogy mi ott akkor tényleg valami magasabb összeköttetésbe kerültünk, és mennyi nem tudom, a szerencsében nem hiszek, mennyi a mi gondolataink teremtő ereje, vagy mennyi a... Az biztos, hogy a jó Isten benne van, azt én tudom, de nem volt, soha egyetlen másodpercben sem. De mitől volt, vagy voltatok annyira biztos? Hát hiszen neked két házasságod már szép, hogy na azalán ez a tuti életem végéig. Hát én például azért, mert hogy pontosan megtapasztaltam mert ugye a két házasság is két párkapcsolattal indult, és én tudom, hogy milyen az, amikor az ember először két hónap után, aztán egy év után, utána fél év után, meg hat hét után újra és újra elbizonytalanodik, és azt mondja, hogy hú, ez a Jóska, és amikor vele szembe is... De mondhatjuk a nevüket, nem? Nem, tehát hogy mondjam, persze mondhatjuk, de ilyen szempontból mindegy, mert nem az a lényeg, hogy kiről Jenő volt. Koreográfus, igen, és Berecki Zoltán színész. Szintén a kollégám, tehát hogy nem róluk szól ez a dolog, hanem most rólam, az én érzéseimről, hogy én megtapasztaltam kétszer azt, hogy milyen az, amikor az ember, vagy ő maga, vagy a másik elmondja és felvállalja, hogy ő most ebben nem biztos. Tehát, hogy én éltem úgy két párkapcsolatban, hogy nagyjából bármilyen probléma fölmerült, azonnal az volt az egyik opció, hogy akkor elválunk. És amikor mi összeházasodtunk, akkor négy éve éltünk együtt. És jó, nagyon sok mindent meg kellett együtt élnünk, és nagyon sok mindent végig kellett csinálnunk, olyan élethelyzeteket is, amiket előtte soha. És soha egyetlen egyszer nem merült föl bennem, hogy én ne vele akarnám leélni az életemet. Tehát azért az egy nagy tapasztalás az embernek, amikor ez a fajta elbizonytalanodás, ez nincs, hanem azt tudom. Ugye hát nyilván az egyik ilyen nehéz élethelyzet a fiatok, aki Down-szindrómás lett, és mindig vállaltátok, és azt is, hogy nem, ő nem más, hanem ő abszolút olyan, mint bárki.
De hát azért nyilván az elején ez... Amennyire mindenki ez... más, annyira ő is más. Igen, tehát, igen, hogy... igen, de hogy nyilván azért az elején, amikor kiderült, akkor, vagy akkor se, tehát hogy ez semmi, hogy... Hát nem, hogy ilyen egyszerű. Az egy nagy tapasztalás volt így a Benji körüli dolgok. Tehát nagyon, nagyon felnyitotta a szemünket elég sok minden, hogy hogy működik a világ. Ezen például, hogy működik Magyarország. Nagyon érdekes, hogy például itt Magyarországon az van, hogy még mindig nem mernek például az emberek kérdéseket feltenni, hanem így elfogadnak válaszokat, amire, hogyha feltennénk logikus kérdéseket, akkor egyszer csak más válaszok kezdenének el jönni. Ilyen például az egyik kedvenc példám, amikor beszélgettünk egy agykutató doktornővel, és akkor megkérdeztük, hogy jó, de oké, okay, ez a triszómia, ez mit okoz? Bocsánat, csak ugye a triszómia azt jelenti, hogy ugye a Down-szindróma az technikailag annyit jelent, hogy csinálnak egy genetikai vizsgálatot, és a 21. kromoszómájából, hogyha valakinek nem kettő van, ahogy egyébként az átlag populációnak, hanem három, ez a hármazódás, ez a triszómia, ez elvileg a Down-szindrómának a genetikája. Aha. Ezen kívül semmi olyan nincs, ami a Down-szindrómára még minden alkalommal jellemző lenne. Tehát olyan van, ami viszonylag ami sok embernél meg. Tehát tulajdonképpen triszómiának kéne hívni, de most mindegy. Igen. És hogy Benjinél tulajdonképpen az összes jel közül technikailag tulajdonképpen a triszómia volt meg. Tehát, hogy ezt mutatták ki a véréből, és akkor így, mert nem volt vele született szívrendellenesség például. Alkatilag sem olyan. A nyakiredője nem olyan. Hipoton volt még, ami szintén mindig vele jár a triszómiával, de nem minden hipoton triszómiás. A hipotónia izomtonus gyengeséget jelent. Tehát a legnagyobb balettáncosok azok jó eséllyel hipotonok voltak. De ezt a hasadban nem lehet kimutatni? Tehát ez nem látható előre? Az van, hogy azokkal a vizsgálatokkal, tehát hogy én mindenféle olyan vizsgálatot megcsináltattam, 70D-s ultrahangot is, ami megállapítja az összes olyan elváltozást, ami orvosolható vagy a méhen belül, vagy azonnal a születéskor. Tehát csináltunk például szívultrahangot, ami a mai orvostudománynak egy csodája, hogyha megállapítják, hogy a magzatnak szív problémája van, akkor a szülésnél így állnak a szikével a gyereksebészek, vagy nem tudom, hogy hívják, a gyerekkardiológus, és a szülés után azonnal megműtik a szívét, hogy aztán rendben legyen. Aha. Tehát, hogy minden olyan vizsgálatot elvégeztettünk, ami arról szólt, hogy lássuk, hogy kell-e valamit, vagy lehet-e valamit tenni. És semmilyen olyan vizsgálatot nem csináltattam, ami nem másra jó, mint arra, hogy az emberbe ilyen rémképeket ültessen be, és jósoljon, mert ne tévedjünk, a különböző genetikai vizsgálatok jóslatok. Nincs olyan, ami azt mondja, hogy majd az lesz, hanem valószínűleg, vagy lehet ilyen-olyan százalékban. És abban mi biztosak voltunk, hogy ha mi szeretnénk egy babát, és az megfogan, akkor attól, mert valaki azt mondja, hogy lehet, hogy majd ilyen-olyan problémája lesz, hát lehet, vagy lehet, hogy nem. Tehát, hogy emiatt én nem tudom azt mondani egy megfogant életre, hogy nem kérem, mert hát, ha nem lesz tökéletes, vagy milyen. Tehát, hogy ez nem... És a mai nem arról van szó, hogy mi abortusz ellenesek vagyunk, mert abszolút van olyan helyzet, hogy az ember azt mondja, hogy valakinek ez a döntés, ez a mi döntésünk. Igen, világos. A mi élethelyzetünk. De mondtad, hogy ez az egész országra jellemző, ami történt. Mi történt? És elkezdtünk beszélgetni ezzel az agykutató nővel, és megkérdeztük, hogy tehát, hogy akkor ez a triszómia, ez tulajdonképpen ez mit okoz? És mondta a nő, hogy hát csomó mindent. Na, de mégis mit? Hát csomó mindent okozhat. Okozhat. De akkor nem biztos, hogy okoz. Hát nem, de azért szokott okozni. Jó, de mit? És akkor elkezdett mondani mindenféliket, amiket így mondtuk, hogy tehát, hogy ez nem. Hát jó, hát nem, de hogy egyébként tud ilyet okozni. Mondott még valamit, de hogy ez sem. Ez sincs a benzsén. Nem, hát nincs, de tényleg egy csomó mindent okozhat. És akkor megkérdeztem egyszer csak, mert azt nem tudom, így a Dórinak a mondata az, ami bennem így mindig így megfordítja a dolgokat. Ő szokta mindig azt mondani, hogy akkor fordítsuk meg a helyzetet. Megkérdeztem, hogy de akkor okozhat ez jót is? És így láttam, hogy így megakadt a nő, így rám nézett, és mondta, hogy hát...
persze, hát akkor okozhat jót is, igen. És akkor mondom, hogy jó, hát akkor nálunk jót fog okozni. Ennyi. És így van? Abszolút. Igen. Igen. Csoda jó vele. Nagyon vicces. Tényleg, tehát hogy... Most legutóbb. Fiasz, hogy nagyon vicces. Hát, elképesztő. Hihetetlen személyiség. Most volt farsang, és kitaláltam már jó előre, hogy tigris lesz a Mici Mackóból. Imádja a Mici Mackót, és tigris. Jó, anyja felkajtatta a városban a meglehető tigris ruhát, rászabadta. Egy nappal a farsang előtt, ott van a másik kisfiam nálunk, és megkérdezi Benji-től, hogy tényleg, hát most lesz farsang, mi leszel? És ül a Benji, és mondta, hogy béka! És mondta, hogy nem, de ezt elnekezted, anyád öngyilkos lesz. Ne csináld, vallást vált, hogy valami kitér a hitéből. Béka! És aztán utána nem sokkal... Béka lett, vagy tigris? Nem, tigris lett. Nem szivatott, tehát másnap lelkesen vette fel a tigris. Igen, és másnap meséltem a Dóri nagyobbik fiának, hogy figyelj, tehát az öcsén az teljesen kész van. Egy nappal a farsang előtt úgy volt, hogy tigris akar lenni, és jött mellettem a Benji, és egy nappal előtte bemondja, hogy rám néz, béka! De utána is tök jó volt a farsang, nagyon jó tigris volt, és amikor igen. utána megbeszéltük, hogy mi, elmesélte a, nem is tudom már kinek, igen, hogy ő tigris volt, majd aztán nem tudom már, valaki más is kérdezte, hogy akkor mi volt a farsangó, mi voltál a farsangó, és megint béka. És közben röhög, meg írt verset például, egyszer olvasott fel nekem, mondta, hogy nem, most én olvasok, és akkor olvasott fel nekem a meséskönyv, és mondta, hogy nem tudom, ez egy évvel ezelőtt volt körülbelül. Fél éve, igen. Hány éves most? Négy. Illat, koli, minden. Szóval menjünk kakálni. Makranci Benjamin első költemény. Igen, írt a Makranci Benjamin verse. Úgyhogy nagyon, nagyon szórakoztató vele amúgy. És nagyon érdekes, sokszor beszélgetünk erről, hogy az embernek szerintem vannak mindig ilyen megérzései, hogy valakivel nehéz lesz-e, könnyű lesz-e, rendben lesz-e, nekünk legalábbis mindig vannak, és neki is, és valahogy az ember, tehát mind a ketten úgy vagyunk a Benjivel, hogy pontosan lehet látni, hogy neki semmi gondja nem lesz ebben az életben. És nem azért, mert hogy mi majd mindig leszünk neki, hanem mert olyan szinten tök okos, értelmes gyerek, tehát egyébként sem, ő nem relatív dolog ez az értelmi fogyaték, én mindig szoktam mondani. Nekem nagyon sok, több diplomás ismerősöm is van, akire bizonyos szempontból én azt mondanám, hogy értelmi, de minimum érzelmi fogyatékos. Tehát, hogy eleve ez a kategória, ez fura. De mondjuk, ha nagyon szabályosan veszik, hogy szokták meghatározni, akkor ő nem fogyatékkal élő, vagy nem tudom mi a senkit sem bántó kifejezés, mert olyan nehéz márról is beszélni, mert nem tudom, hogy kell hívni. Azt mindegy, az állapotot. De ha más nem, akkor ez a papír feljogosít minket, hogy mi beszélhetünk erről. Az igen. Na látod, más előnye nincs. De például, hogy milyen ez az ország, ezt még elmesélem gyorsan. Vagy hogy miért mondja a Zalán, hogy mi mindent megtapasztaltunk. Végtelen szeretettel és kedvességgel bekopogott hozzánk valaki, direkt nem nevesítem őt sem, mert nem akarom a történetet ilyen szempontból nevesíteni, vagyis a szereplőket. Akinek köze van a Down-szindrómához, az egyik ilyen ezzel kapcsolatos alapítványhoz tartozik. Megkeresett minket, abszolút tényleg jó szándékkal, hogy ő segíteni akar nekünk. Ő is érintett egy ilyen történetben, és hogy ő elvisz minket arra a helyre, ahol a legcsodálatosabb gyerekorvos majd megmondja, hogy mit kell nekünk csinálni. Mondtuk, hogy jó. Elvitt minket az egyik ilyen helyre, ahol a legkomolyabb szinten foglalkoznak a Down-szindrómával, zárójelben egy teljesen mezei, nagyon jó gyerekorvos pont ugyanazt csinálta, mint a mi gyerekorvosunk. Megnézte, hogy hajlik-e a térde, megnézte, hogy hall-e, meg lát-e, tehát hogy semmi más nem csinált. Megállapította, akkor volt 6-7-es a gyerek, hogy tök rendben van. Mi mondtuk, hogy juhú, akkor mennénk haza. Mondta, ott már a doki mondta, hogy jó, hát mondtam neki, hogy hát lehet, hogy akkor nem is Down-szindrómás, azt mondta, hogy jó, hát a lemaradás ollója majd előbb-utóbb kinyílik. Mondom, miért? Mert ki szokott nyílni.
Na már neki is mondtam, hogy nézze, mondom, ha az én életemet végignézzük, hogy az emberek hogy szoktak élni, hát én nem úgy élek, ahogy mások szoktak, lehet, hogy akkor neki se fog kinyílni ez a dolog, de mondom, ne rakjunk már rá egy ilyen dolgot, hát egyelőre tök oké, minden rendben van, nem, én nem fogom azt várni, hogy jaj, mikor lesz majd az, hogy nem tudom, én nem tanul meg három számot összeadni, tehát hogy nem várnám ezt a pillanatot. Jó, a doki láthatóan hülyének nézett, mondtuk, hogy akkor mindegy, mi mennénk. Elindultunk, és utánunk szólt a hölgy, aki odavitt minket, tényleg jó szándékkal, hogy várjunk még egy kicsit, mert a doktor úrnál ő most valamit elintéz. Mondtuk, jó. Vártunk 10 percet, majd kijött, és lobogtatott egy papírt, amit elmondta, hogy ezt protekcióval szerezte nekünk, mert ilyet egyébként nem nagyon szoktak már adni, mert hogy zárójelben a Zeiser Barbara évek óta dolgozik azon, hogy ne adhassanak ilyen papírt csecsemőknek. Bizonyos kor előtt, de ő szerzett nekünk egy ilyen papírt. A papírra a következő volt ráírva. A gyermek súlyosan fogyatékos... Középsúlyos értelmi fogyatékos. A vizsgálat nem ismétlendő, mert az állapot maradandó. 6-7-es gyerek. Akiről megállapított, hogy tök rendben van. Így néztem a papírt, mondom, hogy ezt miért? És tudod, mit mondott a nő? Mert ezzel ingyen lehet parkolni. Jó reggelt, Magyarország! Na, ott volt az, hogy a Zalán így ennyit mondott nekem. Ne, mert látta, hogy így jött föl bennem a... Hát eljöttünk, és ami a legdrámaibb az egészben, hogy akárhogy is gondolkodunk mi, fél évbe telt, mire ezt a nyomorult papírt be tudtuk tenni a kandallóba, mert van csodálatos kis kandallónk, és alágyújtottunk. Fél évig őrizgettük a polcon a papírt, hogy a gyerekünk fogyatékos, ami egyébként egy túlélhető történet, ha az, de hogy miért kell nekem azzal a tudattal élni egy gyerekkel, akiről még ember meg nem mondja, hogy majd lesz-e neki bármilyen fogyatéka, vagy nem, és ha igen, akkor miféle. És ott őrizgettük a papírt, mert hát mégiscsak egy hivatalos papír, majd így rákérdeztem, hogy tulajdonképpen szakértő, vagy én hozzáértő embernél, hogy ez a papír, ez most benne van valami rendszerben? Mondták, hogy nem, ez egy papír, erről nekünk van egy papírunk. Mi lobogtathatjuk, ingyen parkolhatunk vele. Tehát kérhetek rá egy ilyen mozgássérült kártyát. Eleve nem értem, miért. De mindegy, nyilván nem kértem. És fél év után, amikor fél éves lett a Benji, akkor ünnepélyes keretek között alágyújtottunk ennek a papírnak, úgyhogy egyetlen egy hivatalos papírunk van, amin látszik a gyerek genetikája, de hát az az ő genetikája. Hozzáteszem még csak a vicc kedvéért, a Bekerdi Tamással, Isten nyugtassa, nagyon jóba voltam, és elmentünk hozzá. Mondtam, hogy ő mondja meg, hogy mi legyen. Mégiscsak, ha valaki, ha nekem van hiteles ember, vagy volt ebben az országban gyerekkel kapcsolatban, az ő volt. Elvittük a Benjit a Mózes kosárba. Nézte, mondta, hogy jaj, nagyon aranyos, úristen, de cuki, nem tudom. És elmeséltük ezt az egész helyzetet, mondta, hogy hát ő nem tudja, hogy erre mit mondjon, mert hogy nem a szakterülete, már ha egyáltalán van ilyen, hogy szakterület genetika alapján, mert hogy azért ez nem így működik. De mondta, hogy igazából ő nem tud sokat erről a dologról. Hát mondom, hogy szokták nézegetni a tenyerükön, vannak ilyen jelek a triszomiásoknak, hogy egybe megy ez a vonal például, ugye csíkszemük van, és, hogy, és akkor a Vekerdi tanár úr így csinált, majd azt mondta, hogy ja, ilyen? És a, tudod, csíkszeme volt neki is, mind a két tenyerén ment egyenesen a vonal. Mármint, hogy magának Vekerdinek. Igen. És még röhögött is, mondta, hogy hát majd, ha lesz időm, csináltatok én is egy ilyen genetikai vizsgálatot. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek itt vannak, meg hülye papírokon vannak az emberek szekrényében. Amúgy meg van egy gyerek, aki édes, okos, imádnivaló, csodálatosan jár egy teljesen normális óvodába, mindenki szóval szereti. Mi mélységesen hiszünk abban, hogy a mi életünket mi alakítjuk. Igen. És hogy akár pozitív, akár negatív dolog történik velünk, annak jó része azért az tőlünk függ. És ez egyrésztről nagyon rémisztő tud lenni, hogy úristen, nem lehet mást hibáztatni, ha valami hülyeség történik velem, de például az is egy ilyen rendszeres dolog, hogyha reggel felkelünk és belerugunk az asztalba, akkor az egy szintén egy rendszeres kérdés nálunk, hogy most miért csinálom én ezt magammal? Hova nem akarok elindulni ezek szerint? Mert ezek ilyen tudatalatti gesztusok, amiket az ember használ, azért, hogy aztán ennek a következményeit mondjuk élvezze, vagy ne élvezze.
Tehát mi valami ilyesmit gondolunk a világról per pillanat. Tehát például azt is gondoljuk, hogy mint hogy van nekem mondjuk Pránalot is ismerősöm, aki azt mondta, hogy tehát például a rák, az nem egy gyógyíthatatlan dolog, az egy nagyon erős jelzése a szervezetnek, hogy valamin változtatni kell, de hogy a rák az abszolút visszafordítható. És hát, azt mondja, hogy... És azt mondja, hogy ő speciál a rákosoknak, akik hozzá mennek, a 90%-át meg tudja gyógyítani. Azt mondja, hogy olyan is volt, hogy most direkt nem akarom kiadni, mindegy, hogy nem rákkal, egy másik betegséggel kezelt valakit, és egyszer csak az illető megszólalt, hogy ne csináld, nem akarok meggyógyulni az x-edik alkalom után. Mm-hmm. Tehát az, hogy ez is nagyban rajtunk múlik. És ami leginkább igazol magunk felé magunkat, vagy igazolja a gondolkodásmódunkat, az az, hogy a Benji 4 éves elmúlt, és gyakorlatilag nem volt beteg 4,5 év alatt. Nem, hogy nem volt annyiszor beteg, mint hányszor jósolták, hanem annyiszor sem, ahányszor egy úgynevezett egészséges gyerek beteg szokott lenni. Ő nem beteg. Hogyha neki valami fizikai baja kezd lenni, akkor én azon gondolkozom, hogy miért aggódom érte, mi az én problémám, mert egy kicsi gyereken az tükröződik a mi hitünk vagy gondolatvilágunk szerint. És működik. Köszönöm szépen. Elhittem nektek, hogy egy életet le tudtak élni együtt most itt. Ez megnyugtató. Köszönöm, hogy jöttetek. Mi is köszönjük. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket, Színátár Dóra és Makranci Zalán voltak a Bóta Café vendégei, viszontlátásra.